őket, és nagyon jó hangulatú délelőttet kívánok mindenkinek, a szereplőknek jó szereplés, a közönség kicsit a tenyerét és tapsoljunk. Elsőként Almási Té Veronika tanítványai következnek, Bobár Palmi és Orán Deák Már, akik már itt az előbb bemutatkoztak. Ők egy és három évet literáznak, most tisztai tanokat fognak előadni, fogadják őket szeretettel.
Gyöngyös Halászi, Gyöngyös Bokrét, a Kulturális és Nyugdíjas Egyesület 6 évvel ezelőtt alakult, a 32 éve alakult kisebb-nagyobb szünetekkel működő nyugdíjas klub utódjaként. Taglétszám 83 fő. Egyesületükben többszörösen kitüntetett a népdalkör, palóc, alföldi és szerelmes dalokat szoktak énekelni. A férfi kórus majd később fog a színpadra lépni, ők katonadalokat énekelnek. Néptánc csoportjuk is van, akik már megtanultak palóc, lassú és friss csárdást, karikázót, moltvai és szatmári táncokat. A mai napon ők is később fognak szerepelni és dunántúli táncot fognak bemutatni. Majd következnek a szempényvesztők, illetve szavalóink és szőló énekeseik is vannak. A versenyekről, az országos verseny, a területi versenyekről, az országos versenyekre mindig tovább jutnak. A legidősebb táncosuk 82 éves, ő szeppelni is szokott, úgy emlékszem, hogy volt már itt 60-ban is. Römi versenyeken, tekebajnokságokon, túrákon, táncos összejöveteleken is szívesen részt vesznek. Lelkes, segítőkész, vidám csapat, akik szeretik egymást. Az Egyesület elnöke Sipos Lászlóné. Most a népdalkör arató és szerelmes dalokat fog előadni, fogadják őket szeretettel. Kis vagy csirka, búsul a szárnyal.
Kacska ringós, vagy húsza van a babámnak. Azért tetszik a faluba minden lánynak. Bajúsza is csak az éjszán csiklandozza. Én rajtam legszebben a szép színű sejem szoknya. Haragszanak rám a lányok, az a vége, mert a rózsám nem áll szóval, csak én vélem, mert ő mindig csak így kellett, csak azt mondja, én rajtam legszebben a szép színű sejem szoknya. Sárga a zsigó, sárga a következik, Pallak Nézó, ő egy monológot fog előadni, utána majd a Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub népdalköre következik, a népdalkör vezetője Almási Józsefné Veronka, majd előttük még mondok néhány szót, tehát Pallak Attilá Nézó következik, ő monológot ad elő, fogadják szeretettel, és a népdalkör után következik, Rózsa Szent Márton, majd ugyancsak a Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub tagja Szabó Istvánné, és utánuk a Horthy népdalkör. Kívánság, Istak! Két barátnőm elmentük ülni, és megkértem őket, hogyha három szabad férfi embert találnak, hát egyet hozzanak el nekem. Természetesen a legszebbet és a legfiatalabbat. Mert nem vagyok én még eldobni való öregasszony így 80 év felett, még van én nekem mindenem, hát igaz, hogy kétszer akkora.
Tulajdonképpen nem is gondolkoztam azon, és nem mondtam el nekik részletesen, hogy milyen társra szeretnék magam mellé. Szépen leültem, és 12 pontba összefoglaltam, hogy ki lenne hozzám való. Azóta járom az országot, és remélem, hogy találok kedvemre valót. Az első pont, szeressen engem, a kertet, a növényeket, a virágokat, de ne csak nézni, kapálni is. A második pont, legyen kész, kényes a tisztaságra, természet és a mosakodásra gondolok, és ha véletlenül műfogsora van, feltétlen fel kell ragasztani, nehogy ebéd közben belessen a levesbe. Nem baj, ha nem tud kerékpározni, csak értsen a szereléshez, mert az én kezeim már gyengék a csavarokat meghúzni, meg meglazítani. Nem lenne hátrány, ha tudna és akarna mosogatni, mert én csak ránézek a mosogató csapra, és azonnal kitör rajtam a tengeri betegség. Nagyon jó lenne, ha nem lenne allergiás a műszálas holmikra, mert én vasalni utálok. Nagyon fontos volna, hogy a hideg frontra legyen érzékeny, mert én a melegre vagyok, és ha két ember össze van zárva, nagyon kellemetlenek tudnak lenni egymás számára. Nem baj, ha fáj a feje, a háta, a gerince, a csípője, a térde, meg ami közte van. Nekem is vannak bajaim, de ha véletlenül sántít, úgy kellene, hogy a bal lábát húzza, mert én is arra piccentek. Na most, hogyha ő a jobb lábára sántítana, karonfogva sétálunk, összeütjük a fejünket. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy bizonyos menet sebessége. Nem a séta közben gondolom, hanem ha mennie kell hazafelé, nagyon gyorsan tudjon menni, mert ha a lába menése lassabb, mint a hasa menése, nagyon sokszor kell gatyát cserélni, és most. Feltétlen jó lenne, ha ugyanolyan magas lenne, mint én, mert hogyha csomagot cipelünk, és az ő keze följebb van, akkor én viszem az egész terhet. Nagyon jó kondícióban legyen, mert természetes, hogy befogadom a házamba, de nekem 80 métert kell télen havat söpörni, nyáron pedig járvát takarítani. Nem lenne hátrány, ha minél kisebb lenne a szex igénye, és minél nagyobb a nyugdíja. És ha véletlenül egy jó tündér még egy kívánságon teljesíteni, hát az volna, hogy legalább 20 évvel legyen fiatalabb, mint én. No, ettől azért félek, mert ebben a világban minden a feje tetején áll, lehet, hogy a jó tündérek is csalafinták, és úgy varázsolna, hogy engem változtatna 100 évesre. Tehát ennyi kívánságom van mindösszesen. Gratulálok Cukának a kívánságokhoz. Most pedig a Liszt Ferenc Nyugdíjas Klub népdalköre következik. Néhány gondolat róluk. Mint mondtam, a vezetője Almási József néveronka. Jövőre fogják ünnepelni a 20 éves évfordulójukat. Jelenleg új tagokkal bővült a népdalkör. Nagyon sok helyen felléptek már. Több kiváló minősítéssel rendelkeznek, és Almási néveronka el fogja mondani, hogy mit játszanak most. A címe Tiszta rossz borítő szál. Köszönöm szépen, fogadják őket szeretettel. Thank you.
Bányász Nyugdíjas Klub következik Rózsa Szent Mártonból. A klub 1994-ben, 22 évvel ezelőtt alakult, és működik azóta is töretlen lelkesedéssel. Vezetője Martinkovics Istvánné. Az asszonykórus 10 fő alkotja, de most 8-an vannak, és táncolni fognak. Sikerekben gazdag évet hagytak maguk mögött, a helyi és a környező településeken színvonalas fellépésük volt, arany és ezüst fokozattal ismerték ezt el. Az országos megmérettetésen Szeghalmon ezüst minősítést értek el. A meghívásoknak mindig szívesen tesznek eleget. Műsorukon nem csak a 20 éveseké a világ következik, fogadják őket szeretettel, és igen, Szabó Istvánné következik, majd a Horthy Népdalkör és Orbán János Gyöngyös Halászról, azután a Vámos Györgyiek. Így jó, ha így mondom, mert több program volt egymás után. Köszönöm szépen, sok sikert! Teljes lett a lénga, a seregem, nem csak a 20 éves egész, a világ, az úton még korosztál, nem belé.
Kátonyi Géza, egy dal története. A szomszéd faluba új pap érkezett. A kálvinistáknál nagy ünnep az új pap bemutatkozása. Ilyenkor szép beszédek hangzanak a templomokban. Hol a papok beszélnek, hol a világiak. Olykor a parasztok közül is mond valaki beszédet, többnyire az az ünnep fénypontja. Átmentem én is. A templomban ülőket vizsgálgatva megakadt a tekintetem egy ősz paraszt emberen, aki a sorban hátul foglalt helyet. Szép, szabályos arc. Haja, bajusza, szakála, mintha csak vattából volna olyan fehér. És valami különös komolyság ül az arcán. Úgy látszik, az az arc soha nem szokott nevetni. Túl vagyok már azon, hogy az arcáért becsüljem meg az embert. És mégis, ha szép arcot látok, jó érzés fog el. És ez az öreg ember úgy lepte be az élettele, mint a fenyőfát a hó. Eleinte azt hittem, hogy nem falubeli, és azért ül hátul. De aztán láttam, hogy a subája épp olyan szapású, mint az ittenieké. Csak nem a szegénységéért tolták talán hátra, de lám nem is szegény. Ahogy kicsomagolja a pápa szemét, egy gyémántforma gyűrű csillant meg az ujján. Na, ilyet se láttam még paraszt ember kezén. Rajta felejtettem a tekintetemet, és őt bámultam, míg nem a ködmerszakkal vegyült rozmarin killat úgy elkábított, hogy kimentem a templomból. Az ünnepi ebéden kérdem aztán a mellettem ülő rektortól. Egy szép öreg embert láttam a templomotokban. Olyan sűrű őszhaja van? Az. És gyűrű van az ujján? Azaz, aranyos Miska. Na hallod, Mihálynak is öreg az már. Pedig ő már csak Miska marad, amíg él. Egyébként híres ember, nóta is van róla. Igaz, hogy az elejét néha változtatják, a Júnyáj helyett kuját mondanak, a juhászt megteszik kujássá, az igazság az, hogy az öreg legénykorában juhászlegény volt az özvegy várónénál Somogyban. És hallgass meg, hogy mi történt ott vele. Tudod, abban az időben virágzott a betyárság. Gyakran kellett statáriumot, vagy ahogy a nép mondta, hamar törvényt hirdetni. Ma elfogták a betyárt, holnap kivallatták, holnap után már lógott az akasztófán. Történt ebben az időben, hogy arrafelé kiraboltak egy postakocsit. A Miska bácsi akkoriban olyan 20 esztendős legény lehetett. Egy esős vasárnap délutánon szamár hátra ült, beügetett a faluba. Bement a kocsmába, ivott, belógott. Vagdalta az üres üvegeket a legények fejéhez, és mikor eltölt már vagy 10 üveget, azt mondja a kocsmáros. Aztán kertőre két birka a jövő vasárnapra, Miska, mert egy kevés lesz. Nem kerül viza. Akkor itt marad a szűröd, Miska. Nem marad biza. Azzal benyúl a lajbizsebbe, és kipendít egy gyönyörű aranypénzt. Egy óra múlva láncban állt a Miska. A ládájában találtak még 103 aranyat és egy gyémántgyűrűt. Vitték Kaposvárra a törvényszékre. Vallatják, honnan ez a sok pénz? Semmi közelhoz a tekintetes vármegyének. De bizony van közünk. És a postakocsi?
Arról én nem tudok semmit. Nem baj. Persze elítélték akasztófára. A síralomházban aztán meggondolkodik a Miska. Felizen a bíróságnak, hogy tanút szeretne az ügyében megnevezni. A bíróság másnap is ülésezik, fölvezettetik a Miskát. A fiú sápadt, lóg a feje, és kezdi a beszédét imígyen. Tekintetes bíróság. Azt gondoltam én, hogy engem majd elnyomnak vagy 20 évre. De most már látom, hogy mindenképpen fel akarnak kötni. Hát arra kérem a tekintetes bíróságot, hogy izenjenek a kastélyba a bárónénak, oda is a kisasszonynak, hogy szeretném, ha az ügyemben tanúskodna. Ha nem akar vallomást tenni, hát nem tehessünk róla. A bíróság úgy dönt, mivel emberéletről van szó, lovast küldenek a kastélyba, hogy egy halálra ítélt legény a báróné lányát kéri tanúságra. Másnap ott a leány, sűrűn lefátyolozva jelenik meg a bíróság előtt, és azt mondja, vallomást tesz a legény ügyében, de csak zárt ajtók mögött hajlandó. Hogy mit mondott, nem lehet tudni, de az biztos, hogy még abban az órában kiszabadult a Miska, és még azon a napon elvitték a kisasszonyt apácának. És a nóta? Ja, a nóta. Hát igen, mi is abból tudjuk valamelyest a történetet, vagy hogy a vármegyétől szivárgott neki, nem lehet tudni, de a nóta az úgy hangzik, hogy szépen legel a báróné junyája, a kisasszony maga sétál utána. Már messziről kiáltja a juhásznak, szívem juhász, terítsd le a subádat. A hosszú népdalkör következik. A népdalkör 1990, a népdalkör vezetője Urbán János név. 1990 óta, vagyis az este számoltam, 26 éve még kimondani is sok. A népdalkör 1982-ben alakult, sajnos az alapító tagok már nincsenek köztünk, de a hagyományokat tovább visszük. A jelenlegi felállásban sok új taggal körülbelül egy éve működik a népdalkör. Sok fellépésük volt már, a megmérettetés azonban még vár rájuk. Bátony terenyén, illetve Egerben lesz a következő fellépésük. Most magyar nótákat fognak énekelni, fogadják szeretettel őket. Oh,
János következik, a Gyöngyös Bokrét, a Kulturális és Nyugdíjas Egyesület tagja Gyöngyös Halászról. Ő most operettdalokat fog énekelni, fogadják őt szeretettel. Bocsánat, akkor csak egy operettdalt, rendben. Felkészül Vámos György Karácson, Gyöngyös Halászi Férfi Kórus utána. Be szeretném mondani a operett címét, a Cigány szerelemből Gábor Diák dala. Hát remélem tetszeni fog. Ezt most tanultam meg egy pár hete. Köszönöm szépen! Jól tudod, szegény cigánynak nincs hazája, nincs sehol. Nyugta sincs, ha kedve támad, messzi tájra kóborol. Szélcsült a mennyei láló, kóvikol a vén fagoly. Fekteljen a sárgos árok, mégsem nyugszol, még sehol. Tüzel a véren, lovagni találva hív a messzi rólaság. Átokül a szívem, fel nem ér a végtelen, új kalandra csábító, sorsa nincs se jó, se jó. Messze hív a nagy világ, nincs tanyám, se várom, de van nótám, zengem már, szép vagyok az árom. Ha szerencsém lesz majd néken, lesz majd egyszer szép tanyám, de itt hagyom én ezt a tájat, s járok árkon bokronán. Vidd a telket, vidd a házad, kell az ördögnek a kincs. Holnap már máshol tanyázok, ennél szebb már semmi nincs. Pedig az Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub következik Vámos Györgyről. Néhány szó a Nyugdíjas Klubról. A klub 21 éve alakult. Tánccsoportjuk 11 éves múlttal rendelkezik.
Részt vesznek különböző rendezvényeken az ország szerte. A versenyeken mindig nagy sikert aratnak. Vámos György nem hagyományőrző település, így a nyugdíjas csapattánca modern zenére épülő táncjáték. Mottójuk: új év, új tánc, amíg élsz, táncolsz, amíg táncolsz, élsz. A most bemutatásra kerülő tánc az Albatrosz című zenére készült. A táncot betanította Veresné Benei Krisztina. Fogadják őket szeretettel, és következik Karácsont Gyöngyös Halászi Férfi Kórus Gáspár Imre utána. S'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chuba et Albatraoz, c'est parti! Vezetője Oszlár Istvánné Ittó. A klub 1998-ban alakult, létszámuk 25 fő és 5 pártolóta. A meghívásoknak mindig nagyon szívesen tesznek eleget. Most egy népdalcsokrot fognak előadni, egy kicsike tánccal, mint ahogy mondták. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
Ismét a Gyöngyös Bokréta Kulturális és Nyugdíjas Egyesület következik Gyöngyös Halászról. Most a férfi kórust hallgassák meg, ők katonadalokat énekelnek. Utána szólót énekel Gáspár Imre. Gáspár Imre ugyancsak Gyöngyös Halász. Elmegy a hang. Utána pedig a néptánc csoportjuk következik, és azután hort tánccal a nyugdíjas próbálják.
Az élvény, az Úr varázs.
Megáll. Én kell a dolgi büszkeseim, emlékszel
pápa. Köszönjük szépen, már csak ez hiányzott nekünk, ugye, hogy a hangulat fokozódjon, így van. Így van. Most ismét tánc következik, a Gyöngyös Halásziak dunántúli táncokat fognak bemutatni. Fogadják őket szeretettel. Utána egy magyar csárdás következik a Horthy Nyugdíjas Klubtól, egy karácsonyi népdalcsoport, majd ismét Gyöngyös Halász, és a végén egy kis meglepi. Thank you.
az Erkel Ferenc Nyugdíjas Klub Hortról érkezett, a néptánc csoport követ. A klub vezetője Balogh Gyuláné. Nem lehet hallani? Ja, lehet. A tánccsoport 6 éve alakult a klub tagjaiból. Szívesen tesznek eleget a meghívásoknak. Arany, ezüst és kiváló minősítéssel rendelkeznek. Mint mondtam, most egy magyar csárdást fognak táncolni. A táncot betanította Bódi Jánosné. Fogadják őket szeretettel.
Csondi Bandvirág nyugdíjas klub második dalcsokra következik, katonadalokat fognak énekelni, fogadják őket szeretettel. Katonadalokot énekelünk. Van itt nagyon sok férfi, aki annak idején énekelte. Yeah.
most egy szemfényvesztés következik. A Gyöngyös Halásziak tánccsoportja szemfényvesztő nevet viseli, és most tiroli táncokat fognak nekünk bemutatni. Fogadják őket szeretettel. Térünk a Mátra vidékére. Szőke Sándor citeraművész következik Kisnánáról. 41 éve citerázik. Többszörös nívódíjas, aranypálva díjas művész. Több helyen tanít, csoportot vezet, magyar, illetve szlovák területen. Most műsorán Mátra vidéki népdalcsokrot és szlovák népdalokat fognak hallani. Fogadják őt szeretettel. Thank you.